sziasztok! Most ezt a Suzuki Space-t olyan oldaláról is megmutatjuk, amit nem nagyon szoktak teszt videóban megmutatni, méghozzá az alját fogjuk végignézni. Nyilvánvalóan sokat nem látunk belőle, hiszen mindent műanyagborítás borít, de azért nézzünk szét, hogy milyen a futóműve, hogyan készült ez el. Ugyanazon a gyártósoron gyártják, mint amit a Toyota Corollákhoz is alkalmaznak, tehát sok különbség nincs az autókban, kivéve azt, hogy egy kicsit más a hűtőmaszkja, ott egy kicsit más dizájnt kapott a Suzuki-nál, de egyébként túl nagy különbségek nincsenek. Független felfüggesztéssel rendelkezik az autó, spirálrugós a rugózása, hátul tárcsafék van természetesen, és ami más egy hibrid autónál, mint a benzines vagy dízel társainál, az itt lehető fel ennél a sárga színű kábelnél, hogyha benézünk itt a hipufogó mögé. Ez egy jól elrejtett helyen, itt a műanyag borítás mögött kapott helyet, és itt vonul végig, hiszen az akkumulátorok hátul találhatóak, és innen kell elvezetni a delejt, az elektromos áramot előre a motorhoz, illetve innen táplál vissza is az autó, és bekukucskálunk egy kicsit a motortérbe alulról. Ebben az autóban 170 km van jelenleg, majd a teszt végére egy kicsit megnő ez a kilométer szám az autóban, és természetesen ilyen tisztának kéne lenni, meg sok-sok tízezer kilométer után is a kipufogó rendszernek, hogyha jól használjuk a járgányt. Most a szervizes fiúkkal épp azt tárgyaltuk ki, hogy mi micsoda itt a dobok közül. Ugye fönt van a részecske szűrő, azért, hogy minél melegebb legyen nyilván. Itt van a második, ez lesz a katalizátorunk, amiben az oxigénszenzor is található. Ez pedig már egy sima kipufogó dob, és nyilván hátul van, ami szerintem a zajcsökkentésért felelős, ez a nagyobb dob. A Suzuki-k is egész jól tartják az árukat, tehát hogyha újkorában megvásároljuk, akkor még nagyon sokáig ezt megőrzik. És látom itt, hogy itt hátul is lehet a futóművet állítani, ugyanúgy, mint az én Volvo-mon is. Ez is egy tök jó dolog, hogy a hátsó kerék összetartást is tudjuk állítani külön. Majd kíváncsi leszek, hogy milyen az autó hatótávolsága, hogy milyen távolságot lehet egy üzemanyagtankkal, egy telitankkal megtenni. Na, ennyit az autójáról, és térjünk is át a lényegre, a tesztelésre. Nagyon régóta vágyom már arra, hogy kipróbálhassam ezt a járgányt, mert ez gyakorlatilag a Toyota Corolla hibrid verziója. 1.8-as motorral, benzinmotorral rendelkezik, és természetesen hibrid hajtással, mint minden hibrid autó természetesen automataváltót kapott. Ez nyilvánvalóan egy egészen más minőségi kategória, mint amit megszokhattunk az S-Cross-nál például. Abban is egész jó egyébként a minőségérzetünk, na de hát ez a bőrborítás itt például a műszerfalon, ez a gyönyörű kialakítása mindennek, minden körénk simul, szinte belefekszek az ülésbe, tehát ez a műszerfal, digitális műszerfal, ez azt gondolom, hogy önmagáért beszél, de ami engem érdekel, az az autók fogyasztása, ez biztos láthattátok már, hogy igyekszem még a gyári adat alatti értékeket kihozni az autókból. Most is kb. 35-30%-on áll a hibrid akkumulátor töltöttségem. Nem meleg az autó sajnos, úgyhogy most egy ideig biztos, hogy viszonylag magas lesz a fogyasztásom. De nézzük is meg, hogy ez alatt a 107 km alatt, ami ebben az autóban van kilométer. Na, és itt van az, ami engem érdekel. És sajnos ezt az értéket láttam sok tesztben is, hogy 7,1 liter. Na, én ezt most gyorsan le is nullázom. Nem EV módban fogom használni, hanem megpróbáljuk első alkalommal a normál hibrid módot, és azt is eco módban használni, hogyha megtalálom, hogy hogy is lehet átváltani ezt. Az EV módot itt tudom bekapcsolni, de most nem engedi bekapcsolni, mert alacsony hozzá az akkumulátor töltöttsége, ezért most itt a módválasztóval fogom kiválasztani az eco módot. Nézzük is meg, hogy át tudom-e állítani eco módba. Normál mód, sport mód, eco mód. Jó, na nézzük meg így a fogyasztását, normál üzemanyaggal, aztán majd meglátjuk, hogyha esetleg több időt lesz nálam az autó, akkor kipróbáljuk majd prémium üzemanyaggal is, hogy mit tud az autó fogyasztási értékben. Lassan át is érek Miskolc városán, és nézzük is meg, hogy eddig milyen értékek születtek, hiszen a legnagyobb csúcsforgalomba sikerült most elindulnom. 23 km/h volt az átlagsebességem, ami nem semmi,
és hogyha minden igaz, akkor 28 percbe tellett, még ide átértem. Na de nézzük is meg itt a műszerfalon, 75%-ban elektromos módon közlekedtem itt a városban, úgyhogy az azt gondolom, hogy egy tök jó érték. És 4,4 liter volt az átlag fogyasztásom, az azt gondolom még jobb érték. Most felmegy ugye, mert megyek a Pindjon fel, és megnézzük, hogy itt a hegyeken keresztül milyen fogyasztási értékre fog majd felmenni vagy lemenni ez az értékünk. Úgyhogy most le is nullázom a fogyasztásom, és megnézzük, hogy itt a hegyi úton mennyi lesz majd, és egészen Mezőkövesdig nézem majd. És most nézzük meg, hogy itt a Pindjon tető aljáig a lejtőn lassítva mennyit fel tudjuk-e tölteni teljesen ezt a hibrid akkumulátort, és engedi-e teljesen feltölteni, már most fékezgetnem is kell. Szerintem csökken a visszatáplálás, valószínűleg nem is üzemhőmérsékletű még a hibrid akkumulátor. Nem sikerült feltöltenem. Már 60 km per óránál még mindig elvi módban gyorsítok. Ilyenkor igyekszik ugye szabadulni a fölös energiától, hát itt rettentő rossz az út, úgyhogy ez annak köszönhető, hogy ezt halljátok. Már 70 km per órával és még mindig elvi módban haladok, pedig ez már viszonylag sík út egyébként. És bírja. Megpróbálok 80-ig fölmenni, és még mindig elvi mód, már csökkent egy egységet egyébként. Most már 80 km per órával, és még mindig nem indult el a motor. És folyamatosan elektromos módban haladok. Ez nagyon érdekes, hogy eddig 75%-ban elektromos mód volt. Most mindjárt megnézem, hogy most mennyinél tart. Most 72%-nál tart jelenleg. 72%-át az utamnak elektromos módon tettem meg. Még mindig elektromos mód, majd most jön egy emelkedő, úgyhogy ott valószínűleg majd át fog váltani, ott nem fogja bírni az elektromos módot végig. Ugye most már azért lecsökkent a kb. 50%-ára az akkumulátor töltöttsége, és most már be is kapcsolta a benzinmotor, tehát most már rásegít a hajtásra, és most tölti az akkumulátort. Ez nagyon jó, hogy már van fordulatszámmérőnk ebben az autóban, ugye a Toyota hibridekben ez nem volt eddig megszokott, hogy van fordulatszámmérőnk, és fogalmunk nem volt arra, hogy milyen fordulaton jár a motor. Itt most azért nem, 2000 fölé nem ment még eddig egyébként, tehát ilyen 1500 és 2000-es fordulat között van. Mondjuk nagyon finoman is megyek az autóval, azt tegyük hozzá, tehát nem power módban használom, akkor nyilván más lenne a helyzet. Most is egyébként, hogyha megnézzük az energiamonitort, emelkedőn fölfelé sincs akkora teljesítmény, hogy be kelljen segíteni a villanymotornak, hanem inkább a benzinmotor az amellett, hogy hajtja az autót, amellett szépen tölti az akkumulátort is. És most megint következik egy lejtő szakasz, ahol ismét visszatáplálhatok, ugye ez a harsány előtti rész, 92%-os jelenleg az EcoScore-om, a pontjaim. Érdekes, beindított a motor, de miért? Pedig a fűtés sem megy, és mégis járatja a motort, és azt mutatja az energiamonitoron, hogy nem jár a motor. Ez most érdekes. 2000-es fordulaton forgatja a motort. Ugye láttuk a Robi videójában, amit Robival készítettem, hogy ott van, amikor elkezdi forgatni az MG1-jel, a kis generátorral a motort, azért, hogy legyen olajnyomásunk, meg egyebek. De nagyon érdekes, hogy az energiamonitoron ott nem jelezte ezt, hogy ott egy bizonyos fordulaton van a benzinmotorunk. Most megint villanymotorral megyek. Hol tartunk? Nézzük. 67% volt eddig elvi mód, és 2,9 liter a fogyasztásom. Ugye lenulláztam Miskolc után. Ez most az országút város lesz egyébként. És mindig elvi módban megyek álló motornál. Most ki van kapcsolva a fűtés, mert nincs rá szükség. Nem is párásodom.
és tök jó idő van, 25 fokra ugye befűtöttem, és most tartja az autó ezt a hőmérsékletet. Szerintem az ilyen hibrid és elektromos autókkal a legtöbb energiát ott égetjük el, hogyha egy hibrid autóba ugye fűteni kell, és intenzíven fűtünk, akkor muszáj, hogy bekapcsolja hozzá nyilván a benzinmotort, és akkor nem lesznek jó fogyasztási értékeink. Meglepő, hogy mennyi ideig megy elektromos hajtással. Tehát ez szerintem nagyon sok kilométert el tud menni elektromosan, nem annyit ezt az 1-2 kilométert, amit a korábbi verzió, de nem néztem sajnos, hogy mennyi. Na most nézzük meg, 21 kilométeren tart most a trippem, az A-trip, és nézzük, hogy meddig megy el így elektromosan. Most olyan 3 vagy 4 vonás hiányzik az aksiból, de nyilván soha nem fogja teljesen föltölteni, tehát arra ne is számítsunk. Jelenleg ilyen 50 km per órás sebességgel haladok. És még mindig villanymódon megyünk. Nagyon érdekes. Folyamatosan csökken egyébként az átlagfogyasztásom, tehát jelenleg 2,3 liter. Úgyhogy megnézzük. Nagyon elégedett lennék vele, hogyha 3 liter körül elmennék. Akkor nem is gondolkoznék tovább, hogy milyen autót válasszak. Még jobb lenne, hogyha mondjuk gázasra át lehetne szerelni gázüzeműre az ilyen hibrid járgányokat, és akkor gyakorlatilag fillérekből. Majd ha azt mondanám, hogy a villanyautók fogyasztási értékeivel el lehetne járni. Már most 3 egység maradt, ez szerintem már ilyen 30% alatt van. Ugye azt néztük kiolvasásnál, igen, most indította be a benzinmotor, tehát és most jár is a motor, most ugye ő tölti az akkumulátort, illetve a hajtásban is részt vesz. Időközben meg is érkeztem Mezőkövesdre, és nagyon meglepő adatot látok most a kijelzőn. 60%-ban EV módban közlekedtem. Sokáig 74%, 75% volt, és utána már itt az országúton, ahol 90-es tempót tartottam tempomattal, ott már olykor átváltott. Nézzük is meg, hogy mennyi az átlagfogyasztásom. Ennek ellenére elég érdekes adat jött ki, tehát 4,1 liter az átlagfogyasztásom, amit nem nagyon értek. Tehát, hogyha elektromos módban jöttem, akkor 60%-ban, akkor most 7 liter lenne, ha állandóan csak benzinmotort használna, ez meglep. Tehát ez egy kicsit furcsa számomra. 90%-ot adott nekem a vezetési stílusomra az autó. Ez is egy kicsit meglepő, pedig nagyon finoman mentem vele. Már nagyon közel járok az otthonunkhoz, és most nem felejtettem el lenullázni a B-trippet, és megnézni, hogy mennyit képes elmenni az autó így szupán elektromos módban, tisztán elektromos módban. Úgyhogy most ezt megnézzük. Próbálom úgy kezelni a gázt, hogy ne kapcsoljon be a benzinmotor. 0,7 km tettem meg eddig, és ugye nem volt teljesen teletöltve a hibrid akkumulátora, viszont olyan 2/3 részen van. Szerintem lazán haza tudok vele menni, még marad is benne. Ez körülbelül olyan 1,5 km lesz egyébként. Remélem, hogy nem kell majd lefékeznem és újra felgyorsítanom, hanem egyszerűen csak haladhatok itt a kis kanyargós utcákon. Tehát a sebesség az azért ennyi, 30-40 km per óra, mert ennyivel lehet menni. Tehát annyira beláthatatlanok itt a kanyarok, hogy muszáj vagyok ennyivel közlekedni. Itt már egyébként nagyon leszokott esni az S-Cross-nak is a fogyasztása, tehát itt szoktam megnyerni, amit az autópályán ugye elvesztegetek, tehát ott ilyen 6-6-3-6-2 szokott lenni a fogyasztási érték, aztán itt a végére leesik akár 5-3-5-2-re is, és ez pontosan ezért van, mert annyira keveset fogyaszt az is itt ezen a területen, hogy egyszerűen nem fog megemelkedni a fogyasztási értékem. Tehát még mindig elvi módban haladok, 1,2 kilométert tettem meg eddig, és simán bírja. Nem is baj egyébként, hogy nem fogyasztom le nagyon a hibrid akkumulátor töltöttségét, mert ugye ezt korábban is mondtátok, amikor a 3-as Prius-t próbáltam, hogy ne tegyem le úgy, hogy csak 2-es töltöttsége van, tehát minimum 3-as töltöttséggel tegyem le, attól még bőven messze vagyok, tehát most tartok szerintem ilyen 60% környékén.
Miskolctól számítva 55%-át tettem meg a teljes útnak LV módban, elektromos módban. Ami azt gondolom, hogy egy egészen megdöbbentő adat. Csak azt nem értem, hogy akkor miért lett ilyen rossz a fogyasztás értéke, idézőjelbe téve. Tehát most 4 liter egyébként az átlag fogyasztásom. És simán megvan, tehát másfél kilométer, és még mindig 60%-on van a hibrid akkumulátor, bőven meg lehetett csinálni ezt a értéket. Remélem nem ér le az autó aljait. Be is állok ide a garázsunk elé. Nem hallja senki, hogy jövök, mert elektromos módban vagyunk. És ennyi. Hát holnap még tesztelem, hogy mennyit tudok elmenni. Majd Budapesten belül lesz érdekes, hogy hány kilométert tudok elmenni pusztán elvi módban. Ez volt az első nap. Itt most csak néhány kilométert tettem meg, tehát így Miskolcról ide haza hozzánk. Jelenleg 1025 kilométer a hatótávolság. Eddig nagyon tetszik egyébként az autó. Tehát tényleg nagyon kényelmes, nagyon komfortos, nagyon jó minőségű benne minden. Nagyon halk, úgyhogy holnap kíváncsi leszek az autópályára, majd autópálya tempóban.